1947. február 25-én a szovjet hatóságok letartóztatták a független kisgazdapárt főtitkárát Kovács Bélát a kommunistákkal szembeni kiállása miatt. 8 évet töltött fogságban. Az országgyűlés 2000-ben hatályba lépett határozatával nyilvánította ezt a napot a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. Letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták. Kovács Béla sorsa egyfajta típus példája lett azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tarthatunk számon. Ezt emelte ki beszédében Sáringer Kenyeres Tamás. A KDNP keszthelyi szervezetének elnöke még kitért a vallási üldöztetésekre, a békepapi mozgalomra, valamint beszélt Miklós Imre püspökről, minisztériumi elvtársról. Államtitkári rangban 1954-től 1989-ig. Ő mondta meg, ki mit tehet az egyházban. Elástak kitűnő papokat a világ végén, csak ne taníthassanak, ne találkozhassanak fiatalokkal. Erről a helyről is látni azt a lakást, ahonnan állítólag figyelték, hogy ki jár templomba. De a rendszer önmagát is szabályozta. Egyszerűen nem mertek az emberek templomba járni, nem merték gyakorolni hitüket. Nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzsa jelében. Az eseményen a közgazdasági technikum tanulói versrészletekkel és multidéző sorokkal segítették az emlékezést. Manninger Jenő Keszthelyváros polgármestere beszédében a kommunizmus akkori rémtetteire tért ki, valamint arra, hogy az annak nevében elkövetett bűnök még a mai napig is kifejtik sorsrontó hatásukat. Gulágok, a kitelepítések rengeteg áldozatot hoztak, de mondhatnám azt is, hogy a mai napig is a családok életébe, hiszen ez generáción áthúzódik, az is, ami nem ilyen jellegű volt, az, hogy akinek a nagyszüleit nem engedték egyetemre származása miatt, és így folytathatnánk a sort, nagyon sok mindenbe és sok embernek befolyásolta az életét. A rendezvényen szép számban vettek részt idősek és fiatalok egyaránt. Keszthelyváros polgárai közül többek tapasztalhatták meg személyesen vagy közvetve a családjukon keresztül az elnyomó diktatúra igazi erejét. Személyesen is érintett vagyok a kommunizmus rémtetteiben és embertelen igazságtalan időszakában. A családom nagyon sokat szenvedett, kitelepítették őket, nincs telenné, gyakorlatilag földön futóvá tették őket. Nyilván ez meghatározta a neveltetésemet, és ebből kifolyólag fiatalkori énemet is, hiszen azért én akkor voltam fiatal gyerek, amikor még ez a rendszer, ha talán nem is annyira durván, mint az 50-es években, de létezett. Az esemény végén elhelyezték az emlékezés mécseseit a kommunizmus áldozatainak emléktáblája előtt.